Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. Tortilla gyár épül Kisteleken. Az elmúlt évek egyik legnagyobb beruházása kezdődött meg a településen. Az építkezés részleteiről Rau József tulajdonost kérdeztük. Szeretettel köszöntjük Kisteleken Rau Józsefet, aki a Tortilla gyár tehát tulajdonosa, és ez a gyár iránt szeretnénk egy pár dolgot megkérdezni, érdeklődni, hogy miért például, miért Kistelekre jött ez a gyár? Főként, mivel hogy eleve én hódmezővásári származású vagyok, tehát szerettem volna itt a régióban elhelyezni ezt a tortillagyárat, és a Kistelek adottsága is nagyon jó, tehát nagyon közel van az autópályához, könnyen megközelíthető, tehát a gyár is az autópálya lejárattól egy pár percnyire található. Ami meg nagyon fontos volt, tehát a polgármester úr nagyon jó kondíciókat tudott itt számunkra biztosítani, és tudom azt, hogy ő olyan vállalkozásokat szeretne idehozni a régióba, akik főként helyi munkaerőket foglalkoztatnak, és nem pedig külföldieket hoznak be, tehát mi is ezt szeretnénk, ezt favorizáljuk, hogy inkább helyi munkaerőket tudjunk foglalkoztatni. Hát most ez itt kérdés lesz, hogy mennyire szeretnének az emberek dolgozni, mert azért itt mi is főként kétkezi munkásokat fogunk alkalmazni, nem pedig irodai munkásokat, amiket tudjuk, hogy a legtöbb ember mostanában azért azt szeretné, hogy üljön egy számítógép előtt, és akkor papírokat tologasson jobbra-balra, de hát természetesen irodai munkásokra is szükségünk lesz, de azért ez fogja a legkisebb részét kitenni. Visszatérve a kérdésedre, hogy miért ide hoztuk ezt a gyárat, tehát főként a helyi adottságok, valamint a jó megközelíthetőség volt számunkra egy nagyon fontos, és hát mivel a szülővárosomtól nem szerettem volna messzire vinni, lett volna lehetőségünk, hogy az ország túloldalára, Mosonmagyaróvárra is elvigyük ezt a gyárat, de én azért jobb szerettem volna itt ezen a környéken ezt megvalósítani. Említette, hogy a munkavállalókat Kistelekről szeretnék. Várhatóan hány fő foglalkoztatására kerül sor? 45 fő, amit körülbelül foglalkoztatni fogunk. Természetesen ez lehet több is, de a számításunk szerint körülbelül ennyi emberre lesz szükség, hogy ez a gyár működni tudjon. Polgármester úr, miért fontos ez a településnek, hogy ide tudott egy ilyen gyár települni, és itt tud megvalósulni? De amikor az ember gazdaságfejlesztést vagy új fejlesztést akar létrehozni, akkor nyilván egyik kívánalmunk az, hogy jó lenne, hogyha magyar befektető hozna ezt létre. Jó lenne, hogyha helyi munkaerőre épülne. Jó lenne, hogyha olyan jellegű beruházás, ami mind a környezetre, mind mindenféle külsőségre semmiféle káros hatást nem gyakorol. És amikor, bocsánat, én már csak így hívom, hogy Józsiék megkerestek ezzel, akkor ez mind stimmelt. És azt is tudomásul kell venni, hogy Kistelekre hiába akarna több ezer főt foglalkoztató cég idejönni, vagy beruházás. Nekünk ez a 30-40-50 fők azok, amik még találhatók, kezelhetők, és természetesen ezeket mind összevetve, plusz az, hogy egyébként ennek a mérete is akkora, hogy a mi településünkön ez bőven jó, nem emlékszem pontosan, talán 5200 négyzetméter a csarnok felület. Tehát durván 5200 négyzetméteres csarnok felületben jön ez létre. Ez nálunk, ez egy jó méret. Valamivel kisebb, mint a kábelgyár, de valamivel nagyobb szerintem, mint a sajtüzem. Mikorra várható, hogy majd maga az üzem elindul? Jelenleg a tervezett indulás, tehát augusztus végére tervezzük, hogy a csarnok átadásra kerül. Természetesen utána azért még nekünk tesztüzemet kell, és több 100 tonna lisztet valószínű, hogy el fogunk itt sütögetni, mire beáll úgy a gyár, hogy azt magára a piacra tudjuk a terméket bevezetni. De
Várhatóan szeptemberre már azért úgy fogunk működni, üzemelni, hogy tudjuk a partnereinket is kielégíteni a szállítással. És miért pont tortilla? Miért tortilla? Igen, hát én elég sokat foglalkozok az egészséges életmóddal, tehát nem csak úgy, mint a táplálkozással, tehát alternatív gyógymódok is elég közel állnak hozzám, és már gyerekkorom óta sokat foglalkoztam ezzel, és mindig a családba is mindenkit arra összekértem, hogy próbáljon úgy étkezni is, hogy minél egészségesebben. Természetesen nem arra biztatom az embereket, hogy most itt a zsíros táplálékot hagyják el, tehát nem akarok ilyen táplálkozási útmutatásba belemenni, mert azért ez nem az én feladatom, de a tortilla, mivel hogy sokan arra törekszenek most, hogy minél kevesebb szénhidrátot vigyenek be a szervezetbe, így a tortilla abban is megtalálható a szénhidrát, tehát a liszt az alapja, és mivel hogy egyszerű is összeállítani ebből egy ételt, háziasszony akár a előző napi maradékokat fogja, összedarabolja, kis salátát, kis magvakat, kis gyümölcs, bármit, amit bele tud tenni a tortillába, pillanatok alatt összerakja, és kész van egy egészséges étel. És igazából a fő cél számomra az volt, hogy egy olyan ételt tudjunk bevezetni a piacra, vagyis hát nem mi vezettük ezt be, hanem akkor inkább is azt mondom, hogy egy olyan ételt tudjunk mi is a piacnak biztosítani, amiben tudjuk, hogy magyar termékeket használunk fel, és az embereknek egy olyan egészséges ételt tudunk biztosítani, amivel tudják ők is az egészségüket karbantartani, és talán jobban haladnak, ha mondhatjuk ezt, jobban haladnak a korral, mert most azért mindenhol ezt halljuk, hogy próbáljunk egy ilyen reform étrendet összerakni, és ez a tortilla azért nem áll messze ettől. Lesz arra lehetőség, hogy esetleg a kistelekiek az üzemnél vásároljanak majd ebből a tortillából? Hát egyelőre ezt nem tervezzük, tehát főként olyan partnerekkel van már előszerződésünk is, akik láncolatokhoz, üzletláncolatokhoz fogják ezt teríteni. Tehát jelenleg az, hogy most mi egy kis üzletet hozzunk létre a gyár egységnél, erre nincs terv, de valószínű, hogy azért ez itt a helyi boltokban is meg fog jelenni, tehát akár a mi üzletkötőnkön keresztül, akikkel leszerződünk, erre is van már megegyezés, vagy ez tárgyalások, hogy a helyi, akár a kisebb üzletekbe is ez terítve legyen, tehát ne csak a multiban legyen ez megvásárolható. Tehát főként azt szeretnénk, hogy ez minden kis üzletben megjelenjen, és ne az legyen, hogy mi a multikat támogassuk csak ezzel, hogy ott legyen jelen a mi termékünk. Tehát ezzel is szeretnénk, hogy azért a magyar kis üzleteket is támogassuk, meg a mi termékünk, a magyar termékünk ott legyen. Bocsánat, nem tudom, szabad-e tőled olyat kérdezni, hogy sokszor már engem is ért olyan vád, hogy ez a tortilla, ez csak kamu, és itt valójában egy akkumulátorgyár, meg mindenféle egyéb történik. Nem tudom, neked mondták-e már ezt, és nyilvánvaló, ti ehhez pályázatot nyertetek, vidékfejlesztési pályázatot. Azt gondolom, hogy tortilla gyár, meg az akkumulátorgyár borzasztó messze van egymástól, de bocsánatot kérek én a kicsit a város nevében, ha sokszor ilyen kérdések is fölmerülnek. Te, aki műszaki ember vagy, és azért a világot elég jó bejárod, kérdeztek már meg téged ilyenről? Igen, igen, kérdeztek. Pont minap itt ebédeltem a szomszédban, és egy helyi vállalkozóval beszélgettem, és ő említette, hogy valaki a városból, nem is egy több ember, már mondta neki, hogy hú, hát ez ők tudják biztosra, hogy ez egy kamu, hogy ide egy tortillagyár fog érkezni, mert biztosak benne, hogy a polgármester úr nem adott fel ezzel az ötlettel, hogy ide egy akkumulátorgyárat hozzon, és a vállalkozó úr, mivel hogy én őt is jól ismerem, és mondta ennek az illetőnek, hogy hát figyelj, én ismerem a beruházót, tehát tudom, hogy ő biztos, hogy nem akkumulátorgyárat fog idehozni, mivel
Tehát eleve én segítettem neki is már itt az eszközök, azoknak az eszközöknek a ide-oda rakodásában, amit hogy a kis, ahogy itt az előbb is említettem, hogy már egy próbasütéseket is végeztünk kis gyárban. És ebből fakadóan, tehát én tudom, merem állítani, hogy mi biztos, hogy nem fogunk akkumulátorgyárat létrehozni. Tehát véleményem szerint azért ez a méret, az 5200 négyzetméteres gyár, ez most egy akkumulátornak egy kis egységraktára is kevés lenne. Tehát én tudomásom szerint, ahogy itt a hírekből értesültem, amiket akkumulátorgyárakat létrehoznak, itt azért több hektáros csarnokokat építenek, tehát a mi csarnokunk az itt azért a poros nyomába sem lépehet. Tehát a polgármester úr kérdésére igen, tehát mi egy pályázati összeg segítségével valósítjuk meg ezt a gyárat, tehát azért itt elég merész lenne az, hogy most nyerünk egy pályázatot tortillagyárra, és akkor azt az összeget egy akkumulátorgyárra használjuk föl, azért szerintem ez egy öngyilkosság lenne itt. Úgyhogy, hát, de az emberek ezt valószínű, hogy azért eleve majd, amikor kóstolót is fogunk tartani, meg amikor a gyárat is elindítjuk, azért akkor megbizonyosodnak erről, hogy tényleg na, itt a tortillagyár indult be, nem pedig akkumulátorgyár, ahová a kínai vagy egyéb munkások jönnek és gyártják, itt szennyezik a területet, ahol, mert az embereknek tudom, hogy ez a legnagyobb probléma, hogy arra gondolnak, hogy itt ez egy olyan talaj környezetszennyezést fog véghez vinni, ami itt az embereknek hosszú távon egészségi problémákat fog okozni. Mivel az elején is említettem, hogy azért én tőlem nem áll messzire ez a természetes táplálkozás, természetes gyógymód, így azért az akkumulátorgyár az szerintem az én életemben nem hiszem, hogy ez bekövetkezne, hogy én egy ilyen vállalkozásba vegyek részt. Nagyon érdekes most. Nyilván nem is tudom, hogy megköszöntem már neked személyesen, hogy kistereket választottátok. Nyilván nekem az a lényeg, hogy minél többen azért, akik eljárnak is innen, fiatalok főleg, de lehet idősebbek is, azért jó lenne, ha itthon találnának munkát. És a munka nyilván az több fél lehet, és én arra törekszem, hogy minél több választási lehetősége legyen egy itt élőnek. És nyilván, ezt neked nem mondom, de arra is törekszünk, hogy minél magasabb fizetést is kapjanak majd az emberek. És hát én is várom azt, hogy ez az újabb földből kinőtt csarnok lassan termelő legyen. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy voltál te már itt annak idején egy más projekttel is, amit nem mondtunk még le. Az sokkal inkább turisztikai jellegű, és annélkül, hogy ezt elmondanánk, még azért azt se adtuk föl. Nem, tehát ez is még benne van a tarsolyba, és nagyon bízom benne, hogy meg tudjuk valósítani, mert ez azért egy kis, igen, ahogy említetted, turisztikai, tehát szórakozás, hát elég sokrétű lesz ez a vállalkozás, de amikor már azért pontosabbat tudunk, vagy a megvalósítás már tényleg biztos, akkor erről is azért fogunk több információt adni. Hát köszönjük szépen, és izgatottan várjuk a kóstolót. A Hétszínvirág Tagobodában a húsvét közelettével nyuszi napot tartottak. Répás süti, kreatív foglalkozások és tojáskeresés volt a program. Milyen programokkal készültek a rendezvényre? Hát a nyuszi napos rendezvényünkre, ami egy húsvéti előkészület itt az óvodánkban, immár nagyon sok éven keresztül is hagyománnyá vált. A kedves szülőket is várjuk itt nyitott napra, ahol lehet a gyerekekkel kézműveskedni, gipszformákat festeni, nyuszi golyót készíteni, ami ugyebár répából készült, lehet különböző ragasztásokat is végezni a gyerekekkel, illetve az udvar hátsó részében egy kis matek feladatot is belecsempészve tojáskereséses feladatot terveztünk a gyerekeknek. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na nézzük! Nekem 12. Jó, van, várjál, még ott nem tartunk. 11. Hanyas szám ez? 11. Ugye? Oké. Neked mennyi van? Elsőt nézzük ezt. 3. Várjál. Nekem pedig 12. Biztos? Igen, már megszámoltam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ez hanyas szám? 3. Akkor kérem a 3-as. Szuper, nézzük, ezt számoljuk. 11,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Csúcs, szuper! Hanyas szám ez? 12. Nagyon jó, mehet a kosárba. Sajnos az időjárás miatt az ugrálóvár az ugye elmaradt, de megígérem, hogy ezt be fogjuk pótolni, amikor egy kicsit az időjárás már barátságosabb lesz itt a gyermekekkel együtt, és ugye megérdemlik, mert nagyon ügyesek. Miért pont ezekkel készültek? Hát azt gondoljuk, hogy szeretnénk azokat a szülőket belevonni minden tevékenységbe, akik megtisztelnek bennünket és a gyerekeket azzal, hogy eljönnek hozzánk a nyílt napokra, és a legnagyobb öröm szerintem az, hogy együtt tudnak tevékenykedni, együtt tudnak vágni, golyót készíteni, gyúrni, színezni, esetleg keresni a gyerekekkel a tojásokat is, és valahol ez a mai világban nagyon hiányzik, én szerintem, hogy a gyerekek és a szülők minél több hasznos időt együtt töltessenek, és egy picit ezzel igyekeztünk ehhez hozzájárulni. Mi lesz a következő program az óvodában? A következő program az a majális lesz majd, ahova a sportos vetélkedős délelőttöt tervezünk, ez nem nyitott nap, itt már csak a gyerekekre számítunk. Hagyományossá vált már ez is, hogy az óvoda területén, illetve a környező utcákban, ahol biztonságosan tudnak a gyerekek közlekedni, játékos versenyfeladatokkal készülünk majd nekik, és természetesen minden feladat végrehajtásakor kapnak egy pecsétet a kezükre, és aki a legtöbb pecsétet kapja, mert reméljük, hogy mindenki a legtöbbet fogja kapni, az majd meglepetésben részesül, amit most nem szeretnék elárulni. Kunstár Pálné Irénke több mint 25 éve rendületlenül szervezi adománygyűjtési akcióit, az idén több mint 10 családnak szállított ki segítőivel húsvéti csomagot ezen a héten. A mai riportban elkísértük Irénkét az utolsó két csomag kiszállítására. Jön ehhez a családomhoz. Az elég. És akkor ez meg. És ott az elején lesz, azt hiszem, ott, ahol kint állnak, mert már ott várnak bennünket. 5-7. Azt hiszem, hogy ez lesz az. Ez az, szerintem. Megérkeztem! Hát gyere már ide, gyönyörű! Gyere! Nem hittem, hogy ilyen korán jön. Mert? Azt hittem, ilyen 5:30 felé. Nézd csak! Valamit a Nyuszika küldött neked. Asta! Köszönj meg! És akkor meg. Egy. Mindjárt még adom a többit. Segítettem. Tessék, édesem. Ez olyan nagyon tele van, hogy muszáj, hogy így kivegyem be. Azt most már visszarakhatja, igen. Na, és akkor jót játszál ezzel a labdával, jó? Megígéred nekem? Igen? Szeretsz labdázni? Igen. Oviba is szeretsz járni? Válaszolj. Igen, csak most már 2 hete beteg. Beteg. Uh-huh. Folyik az óra, és így nem engedik. Igen. Szegedről ígért nekem a egyik doktor, hogy bírítenek egy lakást, és akkor, ha megtudom, hogy miket edényektől kezdve sok mindent, ruhát, akkor majd szólok, jó, most már megvan, akkor a nagyon szépen köszönjük. Na, akkor egy ölelés, és akkor nagyon boldog ünnepeket kívánok. Viszont kívánom önöknek is. Nem működik a telefonjuk, voltam személyesen, és nem voltak otthon. Most teszünk egy próbát, jó? Jó. Na, ott is van, vagy 4-5 gyerek. Bármilyen kevés is az, amit viszek, azért sokat jelent. Persze, sok gyereknél szerül nekik. Igen. És sokan adományoztak? Hát számoltam, Hegerből hozott ide nekem egy ismerősöm. Oh. Karácsonykor is eljön, direkt ezért. Fantasztikus, nem? Igen. Akkor a jegyzőasszony, annak az édesanyja, egy tanárnő, majd ott, ahol a biciklis jön ki, ott bemegyünk. Jobbra. Jobb. Udák Éva. 6. Akkor a polgármester. Felesége. 7. 8. 9. 10. 10 ember. Én soha nem szoktam kérni, ezt azért elmondom. Ezt most mégis kérték tőlem, hogy tegyük fel a Facebookra.
régen, amikor hát minden évben csinálom, de karácsonykor általában meg szoktam egy kicsit pumpolni a képviselőket. Mm. A polgármester mindig kiadja a 20-ast, és akkor azért ők is egy 5-öst azért odaadnak. Mert úgy érzem, hogy ennyit megtehetnek, mint képviselők. Én úgy érzem. Akkor meglátják, hogy megáll egy autó, mondjuk az enyém szokott, uh-huh. akkor mindig az egész család szalad ki. Jó napot! Jó napot! Sziasztok! Kijöttök egy kicsit? Itt vagyok. Gyere, drágám! Hát, szevasz! Köszönöm! Szia, cumika! Köszönöm valamit. Sziasztok! Nem baj? Na gyere már ide, kis csillag, gyere! Nem jön? Akkor ezt kinek adjam? Kinek adjam? Anyával jövök. Egyedül nem mer. Tessék, fogja majd a tesó is, jó? Ezt kérem, és mondjad, hogy köszönjük szépen. Köszönjük. Szívesen, drága. De hogy megnőtt? Ha még itt halám az még az már itt van kicsi. Tudom, de hát... 7 éves elmúlt. Öregszenek, de mi fiatalodunk. Megpróbálom kivenni, jó? Jó. Jaj, de köszönjük szépen. Van benne szépen. Minden finomsága. Na, fogod a kivetet. Viszont sok locsolót. Nem áll. Ne csak nekem. Tessék? Ne csak nekem. Na jó, itt vannak szép lányok, ide jöhetnek. Ó, jönnek az osztálytársak, aztán... Na, az... Süt a nagylány. Anyukának ez a dolga. Anyuka az majd csak kóstolja a süteményeket, hogy a nagylány mit igen, süt. Igen. Cukrászpéknek akart menni, de nem vesztik nem? Föl. Majd nem, jövőre. Mivel, nem, mert eltérőben jár, ilyen könnyebb osztály, és nem adnak neki egy lehetőséget. Mondtam, nem baj, anyát tart, majd mondom, akkor 50 esélyt adok. Hú, de erős vagy. Csinál. Ez igen. Ki na akkor. Gyúrunk, hát a csajuk igen. Nem szeretik a vékony. Nagy pacakos pasikat. Nem. Mondom, nézz apádra, mondom, meg nézz anyára, mondom, és mindenre megvan a válasz. Jól van, na, köszöntök még egyszer nagyon szépen. Viszlát! Igen, papa! Dobj egy puszit! Szia, Isten! Szia! Dobj egy puszit! Mondom, hogy az, hogy ne gyere befele! Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben tudósítunk a város által szervezett húsvéti kavalkádról, a Vízvilágnapja alkalmából szervezett rendezvényről, és a zeneiskola tavaszi hangversenyét is megtekinthetik. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!